Jó estét kívánok, ez itt az XXL Híradó Nacs Olivérrel és Bagi Ivánnal. A kormány fontolóra vette a KRESZ módosítását, miután egyre több autó mögé kötnek vontatmányként bankautomatát. Az elharapózó magyar szokás miatt valószínűleg közlekedésbiztonsági okokból szabályozni fogják a falból kitéphető bankautomata legnagyobb megengedett össztömegét, és valószínűleg azért is büntetni fognak a rendőrök, ha a bankautomatán nincs rendszám. Hajat cserélem, kis Csaba és Göncz Kinga. A külügyminiszter asszony szerint a cserére azért volt szükség, mert szeretné, ha nem a fizurája lenne a téma a további magyar-szlovák tárgyalásokon, bár egyes politikai tanácsadók szerint nem volt túl szerencsés pont M. Kis Csabát választani Hajdonornak. Szenzációs felvételek kerültek elő Dávid Ibolya lehallgatási ügyében. Egy a megfigyelést végző céghez közel álló informátorunk elmondta, hogy a sajtónak bemutatott anyag közel sem teljes, és rendelkezésünkre bocsátott néhány meg nem jelent hangfelvételt. Az ügyet tovább árnyalja, hogy a hanghoz tartozó rejtett kamerás felvételeket is sikerült megszereznünk. Íme a döbbenetes felvételek. Igen, tessék, Dávid Ibolya. Szia, Gyuri vagyok. A hirdetésre jelentkeznék. A pártag felvétellel nem én foglalkozom. Figyelj már ide, ha én nem akarok dugni, csak nyalni. Hát nálunk nyalással sokra viheti. Na most akkor mennyibe kerülne? Pénzügyekről, majd személyesen. De mikor lehetne menni? Holnap 10 órára várom a székházba. Figyelj már ide, az megoldható, hogy addig ne fürdjél le. Hát most már késő, mert a kádban ülök. Elég volt a titkos megfigyelésekből, jelentette ki Dávid Ibolya, és létrehozott egy az interneten elérhető livecam oldalt, amelyen a nap bármely időszakában nyomon követhetik az elnök asszonyt az érdeklődők. Hello, hívhatlak Ibin? Ahogy jól esik. Nálunk a szavazó akarata az első. Akkor azt akarom, hogy vedd le a kalapod, Ibi. Nagyon jó vagy, most pecsételj, ez az. Lehelj rá. Úgy, de jó. Csapd oda. Keményebben. Még keményebben. Most írj alá valamit. De jól áll a kezedben az a toll. Most mondass le valakit. Holmási mondjon le, Gyurcsány mondjon le, Orbán mondjon le. Jaj, de jó, ez az. Takarodjatok! Takarodjatok! Áramot termel Szorcsik Viki, a 10 műsorvezetője. Egy adás alatt annyi túlmozgást produkál, amivel a stúdió teljes áramellátása biztosítható, így valószínűleg idén a 10 lesz a legkörnyezetbarátabb műsor a magyar médiában. Ez volt az XXL Híradó, hamarosan újra jelentkezünk.